De irány a bolt. Jó reggelt kívánok! Milyen a 30 évesek klubjában lenni? Érdekes. Sok mit érzel? Sok mindenen gondolkozok. Min? Hát nem tudom. Az egyik az, hogy arra büszke vagyok, meg örülök neki, hogy 30 évesen is még mindennek tudok örülni, és ugyanúgy várom a születésnapomat, mintha 18-dik lenne. Pedig ez nálunk ritkaság, legalábbis vidéken azt láttam, hogy már 20 felett születésnap tessék egy üveg bor és kész. Nem azt a részét amúgy sajnálom, de az jó, hogy 30 évesen is még tudok gyerek lenni, és ennek én örülök. Itt van Groot. Ebben nagyon sok minden látszik most. Nem baj. Tedd oda a kezedet fejjebb. Azaz! Tehát ez egy Grootos pohár. Igen, ezt is kaptam születésnapomra, de majd lesz egy videó belőle, ez nem az. Kocincsunk! Ja. Fogja meg! Igen! Fogd meg a sörüm! Meg sok mindenen gondolkozok még, de azt majd kifejtem délután. Még nem áll rá kész az emberiség? Nem. Mi az? Mi az? Ilyet én még nem láttam. No? Mi ez? Töltött. Banános, almás, magyaróvajas, gesztenyelekváros, édes krupli. Hát ilyet még sose ettünk. Hát akkor majd most fogunk. Na, 30 évet kellett várni, hogy megkóstoljak egy ilyet. Igen. Pedig ránéz, és azt mondtam volna, hogy valami sós kaja. Nem. Nézzük meg. Van a szemed? Igen. Igen. Éreztem a legezést. Jó, merje. Maradj így, és még csukd be a szemed, még ne nyisd ki, nehogy kinyisd. Jó. Még nehogy kinyisd. Nem nyitom. Menj egy kicsit arrébb. Nincs ott semmi, nyugi. Nincs itt az asztal? Nem, nincs. Ja. Jó? Oké. Okay. Jó, csukd még. Csuk. Ne fogj elindulni. Nyisd ki. Egy marék nápoly. De jó! Terveztem neked egy marék nápolyt. Nagyon jó! Az már szokott. Igen! Na erre nem gondoltam. Mi? Rád szokott egy marék nápoly. Túl nagy vagyok, nem látszik. Várják, közelebb hozunk kicsit. Jó, mert nagyon messze van. Tetszik, cica! Tetszik. Már nem látszik a szöveg. Egy marék. Na, fúj. Csak majd el kell forgatni. Igen. Menj közelebb. Nagyon jó, köszönöm. Kavai nápolyikat csináltam. Köszönöm neked. Szépen. Hogy? Mi történt? Nem tudom, jöttek futál. És mit hozott? Hát kaját, de azt mondta, te vagy vegán. Mi? Mert vele írtam. Hát erről még én sem tudtam teljesen. Ezt kérdezte, te vagy vegán? Mondom, hát már a felesége. Nézzük meg, hogy mit hozott. Vasalót kaptunk. Mit hozott? Ó, én látom az árát. Nem vagy normális. Nem én vettem. Nem te. Várjál, folyik a víz közben. Milyen víz? Kint, mert főzök. Kóla. Hagymakarika. Hagymakarika.
Dupla chili burger, meg vegetáriánus whopper. Ezt nem is szoktunk enni. Azt még nem is kóstoltam. Mit? A vega whopper. Az, amit szoktunk Nem, az enni. rebel, a vega whopper az másik. Rebel Whopper, azt szoktuk Aha. enni. De ez nem, ez a vega whopper. Van a vega... Kap egy Már kaját! elhitettem vele, hogy hát most nem lesz ünnepi kaja, meg És minden. kiküldi a vacsorát. Jaj, ne Nem akartam Azt ki. senki nem küld. Azt De tényleg mi vesszük? igen, Jó. elhitettem vele, hogy nincsen Bármi ma beszedjáljuk. ünnepi dolog, mit Elhittem, hogy nem ebédelünk. Meg is beszéltük, hogy majd csak a live után fogunk enni már, Meg mert még boltban is voltam, viccesen berengenyeztünk. jött ki, mert itthon sem voltam. Most értem két Azon perce. azon imádkoztam, hogy mondom, csak hazaérjél addig, amíg sikerül kihozniam. Hát köszönöm, Vivi. Mi rá van írva? Ezt a Liszi Vivi küldi neked. Mi van? Hát, bocsánat, elkezdem mondani, hogy a családtagok közt, de mondom, mindenki utalt, akkor most ez mi? A Vivi küldi neked. Hát, Vivi! Ennél a lényeg jöttem meg, de köszönöm. És így már elhitettem vele. Jövök haza szakadó esőből, lerakom a cuccot, még íz, és csöngetnek. Na, kicsöngetett? Mutatom. Hát itt már kipakoltam hagymakarika, chili burger, ami a kedvencem, egy vegán whopper, vagy vega, sült krumpli egyike az Janáé lesz, a két kóla egyike is Janáé lesz, és így megkapom, és akkor, de most ez ki? Gondolkozok, ki küldte? Úgyhogy le vagyok sokkolva, Lisi Vivien, nagyon szépen köszönöm veled, mert találkoztunk Talin is, meg a klubomba is, vagy, hát de nem kellett volna komolyan gyerekek, most ez hízak tovább, ugye? Hagy hízom még, 30 évesen még nem zsírdisznó. Vagy ahogy most a napokban Sóbert Norbi mondta, 100 kiló fölött a férfi vágóhídra való disznó. Hát Norbikám, akkor legyek vágóhídi disznó, jó étvágyat. Ezt neked. Összegezve még egyszer, nagyon meglepődtem, nagyon szépen köszönöm, és kérdezem, Janett, te adtad meg a címet? Nem, csak hogy melyik a kedvenc burgerem. Hát tényleg a levelek által tudjátok a címet, le utánam tudtok nyomoztatni. Ajjajjajjajjajjajjajj. Köszönem szépen, jó étvágyat kívánok magam. Hát azért szia Norbi, egy éve ilyenkor is itt voltam. Akkor felköszöntöttél, ma lettem 30 éves, és köszönöm ezt, hogy már más fél éve nézhet a munkásságot. Bogot Family, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Nagyon szépen köszönöm, és Isten éltessen nagyon sokáig Bogot Family, Isten éltessen nagyon sokáig. Nagyon-nagyon sokáig istenetesen, tényleg boldog születésnapot kívánok, Mongolta Family, srácok, a chat is mondja, szépen Mongolta Family-nek is nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, itt vagyunk több mint 1000 személy, meg szeretnék kérni az emberektől, hogy gyere mondjuk egy boldog születésnapot, és egy istenetesen nagyon-nagyon sokáig Mongolta Family-nek, írjátok oda a chatbe, mehet a spam, meg van engedélyezve a spam, szóval írjátok, mehet. Istenetesen még egyszer magad fel, és köszönöm szépen. Köszönöm nagyon szépen mindenkinek a rengeteg támogatást. Így hirtelen. Köszi minden bikának. Level 30-es. Level 30 éves lettem. Nice. Sheesh! Nice. Ennyi, úristen, mennyi boldog születésnapot. Mennyi boldog születésnapot magad a Family-nek. Nice, Istenetesen még egyszer. Srácok, és örülök, hogy tényleg egy ilyen közösség vagyunk, akik még így néha-néha megszokták kérdezni egymástól, hogy hé, te hogy vagy? Jó vagy? Jó, ennyi. És ki köszöntött most fel? A Norbert YouTube, mondjuk kicsit tettem érte, de majd bevágok részletet. Azért, mert ez nekem egy ikonikus dolog, hogy egy év eltelt, és itt jöttem rá, hogy másfél éve követem, és igen. Kűha. Ja. Nem lettem annyival jobb Fortnite-os, hogy másfél éve követem, de... Na, nézzük meg, hogy mit hoztál. Na már is mutatom. De én nem szégyellem. Itt vár már minket a kaja, én is ezek azért egy picit. Én nem szégyellem, akiket szeretek, támogatok. Nasz Danit! A Norbert YouTube-ot, Zsoltáimot, meg most már Lorettet és Éreskertet is. Meg... meg még, hát meg Janát! Igen! Egyértelműleg... A filter nélkült! Ennyi! Hoztam kenyeret a népnek! Születésnapomban van kenyér! Te vagy Szent kenyér! Te vagy a nép! Várj, azért nem azért veszünk egyet, mert születésnapodra, amúgy is szoktunk! Azért, mert szent kenyér, ugye, akik látták a Metin live-okat, most ott megy a Ramadán, úgyhogy itt a kenyér, amit oda kell adni majd a kórusnak. Na! Tessék! Nem utal! Nem. Kösz! Hoztam mást is neked, na. Mit? Kakajó! Ha-ha! Cicás. Így hívtam fel, cicás kakaót hozzad. Ne! Aztán nagyon nagy olivabogyót, mert jobban megérte most a nagyobb. Azt a mindegy. Azért mondtam, hogy hozom a nagyobbat, csak hát...
Na, ezt Ez ilyen fogok is szétvágott. applikálni a kajámra majd. Aztán... Ó! Új íz, alma, ananás, szőlő, kakaóbab. Komolyan kakaóbab. Hát én erre kíváncsi leszek, hogy ezt hogy applikálták bele, vagy mennyire érződik, mert mégis egy üdítőről beszélünk. De jó! De erre nagyon kíváncsi leszek, szülinapom, új íz. Majd de jó! Itt, majd itt a héterek jönnek, már két hónapja ittam jöttél. Tehát igen, hoztam magamnak is. Hoztam egyet magamnak aztán és este magamnak. Aztán kocintunk, la fiesta, por favor. Hola mi amor. Ugyanúgy írok minden dalt. Igen, itthonról otthonra. Pink la fiesta. Oh, jaj, de jó. Igen, voltam, hogy olyan most újfajta la fiestát is láttam, vagy én még eddig nem láttam, hogy még édesebb, de már ez is édes, nem akarok olyan. Az a szörp. És mivel most Janával eszünk mindent, ezért Isler is desszertnek, majd a, vagy a live-ba, Isler, úgyis még volt Isler. Ezt majd szerintem a live után, vagy live-ban, nem tudom, de most ezt burkoljuk be. Úgyhogy burkoljunk! Juhú! Aztán utána jött egy kis köszöntés, nagyon-nagyon jól esett, köszönöm szépen mindenkinek, tele voltak meglepetéssel, és tényleg nagyon meghatódtam. Aztán volt egy ilyen születésnapi live-unk, ahol a sugármozit tudtuk támogatni 1000 forinttal, ez még látni szólni fog a videóba, én megtanuljak már megbeszélni, és egy nagyon jót eszeszóztunk, outfit faktoroztunk, most nem tudok annyira belepörgetni, de hogy gyakorlatilag nagyon jó hangulatba telt, elmentünk a szigetre, és ja, megtudjátok mindjárt miért kellett gyorsan sietnünk, hát ezért. Aztán megleptetek engem egy nekem írt, átírt énekkel, köszönöm szépen, ez is fenn van már a csatornán külön. Írtó cukik voltatok. Halló! Ja. Mi van? Te erről tudtál? Én meg kivöltöttem! Elvárjál, lemegyek! Menjünk le! Várjál már! Gyere, menjünk le! Nem teszek oda kávét! Na hova megyünk? Megyünk el? Nem! Vagy a telom! Közös nem. Képe, dehogy nem, adja! Ez volt! Nézzük meg, kik azok! Milyen gyerekek ordibálnak! Menjünk, nézzük meg! Hát most már te szivatsz! Nézzük meg! Menj csak! Nézd meg! Mit?
micsoda? Hát nézzük meg! Várjál már meg! Várjál már meg! De én nem tudok én gyorsan futni, basszus. Nem tudom, nézzük meg! Nézzük meg, várjál már meg! Nem tudok én gyorsan futni. Lejön egy fóróba. Meg fog fájni. Nem fogsz fájni. Hati. Gyerünk meg. Hati. Köszönjük. Szia. 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 Hú, de hideg van. Puta, mit kaptál? Majd megnézzük fel, mert én is megfagyok, meg elárnak gyerekek. Sórik itt fagyoskodtak. Mióta álltak itt, meg húztam volna a live-ot egy fél óráig? Hát ezen izértem, mondom, jó, akkor összpersonyjön az ahogy, hogy szangzor. De jó ég. Gyertek, csak nyugodtan tetejére megyünk. Anna. Mi az? Lili. Most még jó, hogy te majd kamerül az alsóba kellene. Jó, hogy úgy láttam, féltem, hogy kiszúrja szemet egy ág. Voltál. És így most akkor lehetett, amikor jön a dolgozó. Hát pont jó idő. És ott énekelgettem a munkahelyem. De tényleg ott énekelgettünk. Jó, én. Nem vagyok tükör. A hangot meg húz ki a mikrofon, tehát így nem halljuk, mert a mikrofon be van húzva. A modern technika. Hallatok? Hallatok? De mert a webkamera mikrofonja, állítsd rád ott a webkamera. Mindjárt megpróbálom. Na. Nagyon kiált város, meg csöndes, nem tudom, lehet, hogy egyszer jött, jönnek a barátok, és mondja, itt nem ér senki, mert senki nem volt. Ez van, hogy örülünk, mindjárt megnézem, mit kaptam. Mi jött el, valaki? Ennyi, hogy lehet, hogy de maga az egy babán, a vlogba veszed őket? Ja, majd átkarizom. Na nézzük, mit kaptam. Reakciót is felvettem. Ezt is összekötöttétek? Igen. Mert dőlt össze-vissza, amikor kimentünk arra játszott. Melyik költök ötlete volt a fénykard? Gyerekek, hogy nem játszottunk. És mondtad, hogy a fénykard, de minden szeret szétcsapkodni. A Fortnite az a kaszarás. És találtam. Tegnap mentünk kocsámba. Mi legyek a sorok? A fénykard, de minden szeret szétcsapkodni. A Fortnite az a kaszarás! És találtam! Tegnap mentünk Osamba, te rambolj! Na, babám! És várjál, én ezt kerestem, hogy hol találok fénykardot akciósan. Már örültem, hogy nem találsz, te nézd ide! Hihetetlen! Király vagy! Valamikor sima hang, és virágít, hogy átállok a fénynél. A sötét oldalra! Nagyon király, cuki. Visszakapcsoljátok a pillanat, bocsi, csak. Ott a másik meglepő, ő is. Köszi. És ő is hangot ad ki, úgyhogy ez a... Mondtam, hogy nagy gyerek. Bajban vagyok. Te jó ég, mit? Meg hogyha Jana rossz lesz. Hallod? Persze. Nem szoktam rossz lenni, úgyhogy... Ó, lesz itt kaja. Nem éhezünk. Vegán. Megnéztem minden, és jó, meg mit én mentem. Nézd, ebben majd te is kaphatsz egy-egy szemet. Hát nem vagytok annyira kiállt. Milyen egy lelkű. Maximumon vagytok, de hát... Az igen, nem hallunk jól. Ez, Jana, ez így különbe fel. Ez egy szappantartó. Igen. Mondtad, hogy szappant... Milka? De cuki vagy! Oh, nagyon köszönöm! Ez és volt jól néz ki! Az neked is, meg jelenleg is, hogy is felszeretek kimagadni kell. Ne! Ó, hallod meg! Megnézhetem! Nézd meg! Júj, ez nagyon jó! Annyira szeretem az ilyeneket!
Nagy csajok. Te cuki! Ez jégcsoki! Jégcsoki, ú, de régettem gyerekkorom kedvence, te súgtál! Nem! Életemben nem látom. Jégcsoki. Ez hosszabb. Én is azt szeretem, amikor meglátom, hogy van az, hogy biztos nektek is ilyen nagyon rosszra. De az tényleg. Látom, nem voltál éhes húsvétkor. De jó, ilyen kis izén medálja van. Mindenmentes csoki, amilyen. Tényleg. Már megharapjad. Ja, nem bírta ki, mert annyi ideig tartottad a lányomat, hogy nem bírta ki szegényként. Ezt meg te csináltad? Igen, ez is ilyen vegán csokis kérsz. Na, ezt viszont kérdeztem így. De cuki vagy! Nem kérek, köszi, kedves vagy. Én kérek. Receptet most sem tudok küldeni, mert ez most teljesen fejből. Wow. Mi már úgyis túlestünk a Covid-on. De csak ennyit tudtam kimenni, mert a családom. Ja, jó. Egyébként nekem az ott a szerencsém, hogy Zsolt hozta nekem a mocsit. Olyan éhes volt. Csak én, igen, basszus. Nem ennyit kaptatok volna. Nagyon cuki. Egy picit citromos. Szemét. Tök jó lett. Szemét. Oh. Jó. Nem baj. Köszönöm szépen. Na, ez nem szappantartó, hanem süti tart. Kocintó. Multifunkcionális. Hát viszont ezzel csak mi kocinthatunk? Nem tudtam, hogy ki jött, ki nem, és nyilván nekem. Azért hoztam. Igen. Igen. Hannának adok onnan egy banános vagy simát lábot. Végén lövünk egy közös képet, amely eljött a közdi. Szóval engedjem, hát csak nem lesz baj. Én nem láttam semmit. Nem baj. Ó, vasabis. Ez nagyon erős. Azt. Nagyon csípős. Hú, király. Várjál, hogy a igen. Ó! Én szörpöt. Meg egy óráó. Én nem kérek semmit, köszi. Biztos? Ó, köszönöm szépen. Happy birthday! Azt a mindenit, köszi. És hát... ugyebár az előző live-ban mondtad, hogy kocincsunk. Ó, ne! Jó! Akkor kocintunk ezzel is előre. Vlogba benne lesztek. De ő tudta, hogy jöttök? Igen. Ja. Nélkül lesz, elég nehéz. Imádkozom, hogy ne beszélte, basszus, mert... itt, ha írta valaki, vagy mondtad, hogy hangosan... Azt mondom, hogy valakit igen. Egyszer életemben sikerül megszereznem, hogy ne bukjak le. Jó, a hajatok. Köszönöm. Túli kutya. Hát nem vagyok a következő 30-nál. Ó, egy kis kocintanak, egészség! Egészség! Jaj! Nézzétek, hogy milyen jó. Láttam. Ott a ninja izé. Csak úgy tényleg ilyen fura hangot, tehát mint hogyha befingol el, tehát így... Mi? Egy-egy három? Lárban, alig földör lában, égetem magam. Szakadja belének balétákban! Iratkoztál a Bogus Kefemeli csatornára, Bocsi, jövél ez a tonét! 30 évesen minden nagyon jó kezd viszonyja, hallgatom a és akkor most mindenki egyszerre Doremi Fasolatido! Köszönöm, hogy ki a levegő! Hogy a levegő! Énekel valami hupikék, tantikéket! Várjál! Én a gondolom kettentől, én a kettentől, kedvenc csak a gyöbbőször! Nagyon vicces, de puta ne edd meg a lufit az neked többet mondod meg, mit életlek, én azt fogom énekelni, hogy boldog, boldog, boldog születésnapot, elment a hang. Ebből akart, hogy mindenki szívjon. Tihoi. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki zész lesz a 36. születésnapot. Nem tudom mások, hanyadik, köszönöm szépen.
Remélem tetszett ez a vlog, ha tetszik, nézd tovább, aztán nyomd meg a feliratkozás gombot, boom, a fejbe, halott vagy, haver, szia! Lehoztuk a Modikat a pincébe, úgyhogy most már hazaértek végre, úgyhogy beszéljetek a többiekkel. Futás! Futás! Várjál, lehet kocogni, ez az... Kiszöknek, szöknek a Modik! Kiszabadultak! Mit csinálsz, Cica? Éppen számolom össze, hogy mennyi donét érkezett a... Mert mihez fogod használni? Mert a sugármozit szeretném ezzel támogatni, hogy megbeszéltük, hogy a bevételnek a negyedét el... utaljuk nekik az applikációba, ami az esti mozizáshoz lesz, de ugye úgy számolom a negyedét, hogy tudom, hogy a YouTube leveszi a 100%-ból a maga 25-ét, úgyhogy 75%-át veszem annak, amit ma kerestünk, és abból kapják meg a negyedet. De mindjárt megnézzük, hogy ez mennyi. Most már jön a szíve is boldog, mert rend van, nincsen kupleráj, itt vannak a nasik, amiket kaptunk, a konyhában is rend, tisztaság! És a vloghoz még hozzá tartozik, hogy nagyon köszönöm szépen a támogatásokat, srácok! Kiszámoltuk, 4000 forint lett az össztámogatás, úgyhogy kicsit hozzátettünk jelenben, abból egy ezres, ami a 25%-a, és az 1000 forintos támogató jegyet úgymond megvettük, ezt majd látjátok képen, és úgy látszik, hogy meghálálta a sugármozi. Egyrészt rendeltem magamnak két menüt, ezért két üdítőt küldtek. Wow! Ugye az egyik az a popcorn menü, csak náluk kapható elméletileg békönös popcorn. Ezt majd mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki. És békönös popcorn nem tartalmaz békönt. Igen, tehát azért ilyen. És én finom, én szerettem. Én finom. Én szerettem. Emlékezzünk a mozira. Én nem finom. Még mindig nem. Én szerettem. Olyan, őszintén elmondom, olyan, mint hogyha tepertő zsíron leöntenél a pokon. És nézd meg, milyen szép tálalásban megkaptunk. Csak úgy mutatnám, hogy ezt, ha így árulnak boltba, amúgy nem kizárt, hogy így árulják boltba, mielőtt kiteszik a moziba, hogy konkrétan szalsza szósz, jalapeño, és benne van a nachos. Nagyon jól néz ki. Amúgy ez rendesen jól néz ki, jól van tálalva. Tehát így nem gondoltam, hogy így küldik. És vagy a támogatójegyé, vagy X összeg felett kaptunk két M&M-szet. Nem tudjuk, hogy mire fel, de nagyon szépen köszönjük. Tehát, hogy még ez is egy plusz, hogy látjátok, megrendelitek a dolgotokat, bár lehet, hogy a támogatójegyre jár, de lényeg az, hogy apróság, még így is, hogy nem működik jelenleg a mozi csak erre a minimális időszakra, így is próbál úgymond meglepni téged, mint ahogy a kuponokkal, meg mindennel szokta. Úgyhogy sugármozi, amint kinyitok, mi az elsők közt leszünk Janával, hogy megyünk. Az biztos! Úgyhogy reméljük, hogy túlvészelitek a Covidot. Szia Dave! Én tudom, hogy nem voltam benne a videóban, de itt szeretnélek téged felköszönteni. Sok boldog születésnapot kívánok neked! És legyen még sok ilyen szép napod, és legyen ez a Move the Dave nap. Szia! Szia Dave! Nagyon sok boldog születésnapot szeretnék neked kívánni, és egy kicsit elkéstem, de remélem majd megnézed ezt a videót. Nagyon sok boldog születésnapot, és soha nem hagyom el ezt a csatornát. Imádom! Szia! Úgyhogy összegezve, Cica, hogy érezted magad a 30. szülinapodon? Szerintem ez volt a legjobb születésnapom. No. Minden izé nélkül, és köszönöm szépen. És akkor most pedig keresztanya, ha már ugye láthattuk ma Zozókát, és La Fiesta mozi univerzum mellett. Mértékkel, nem az egészet iszunk meg. Jana pedig ezt fogja, amit nem kóstolunk meg külön. Most megkóstoljuk, de köszönjük szépen Aliznak, Zsoltnak és Hannának. Nem tudom, hogy melyiket kivette, úgyhogy... Igen. Közösen. És még egyszer köszönöm, hogy szebbé tettétek a napomat és emlékezetessé. Szerintem hetekig vissza fogom nézni a live-okat és a videókat. És még holnap is posztolok, mert hát még mennyi minden van, amire nem válaszoltam. Úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok!